Paksváros önkormányzata a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány által meghirdetett pályázaton összesen közel 55 millió forintot nyert a mozi és kamaraterem kialakítására, valamint a Szent Vendel Kápolna rekonstrukciós terveire. A Csengei Dénes Kulturális Központban kap helyet a 90 fős befogadó képességű mozi és kamaraterem, mely több funkciót tölt majd be. Nyilván úgy lesz kialakítva, hogy a mozifilmek megtartása ...ra alkalmassá téve hangelnyelő falak, akusztikus álmenyezet, tehát egy abszolút modern 21. századi moziterem kerül kialakítása, amely nyilván, ahogy az előbb említettem, kamara előadások és koncertek tartására is alkalmas, pont az előbb elmondottak miatt, hiszen olyan lesz a teremnek az akusztikája, hogy egy egy akár egy koncert, kisebb koncert megtartására is alkalmas lesz. Közel 5,5 millió forint saját forrás és valamivel több mint 49 millió forintos pályázati pénzből valósul meg a mozi és kamara terem, melynek kialakításához május közepén kezd neki és végére fejezi be a kivitelező. Jet a pályázaton közel 5 millió forint támogatást kap a PAKSA a körforgónál található Szent Vendel Kápolna felújításának kiviteli tervkészítésére, mely már megkezdődött, és december végére készül el ez is.